Líbiában emberek százai halnak meg az utcákon egy hát meglehetősen zavaros és sötét mutú diktátor kezétől. Az életüket adták azért, mert hittek valamiben, hittek a szabadságban és hittek az elnyomó elleni harcban. Nem politikai célunk volt ezzel a megemlékezéssel, egyszerűen csak emlékezni szeretnénk. A magyar társadalmat most nagyon lefoglalja az, ami velünk történik Magyarországon. A hazai gondok, mindennapi kenyérkereseti gondok. Ugyanakkor megint csak többekkel beszélgetve azzal is szembe kellett találni magamat, hogy nagyon nem tudjuk, hogy igazából mi történik Észak-Afrikában, mi történik a Közel-Keleten. Nagyon nem tudjuk, hogy mi történik Líbiában, és amint ez a téma napirendre került, azonnal egymásnak ellentmondó különböző értelmezések törtek elő az emberekből, hogy vajon az, ami az arab országokban zajlik, az forradalom-e, netán egy olyan forradalmi hullám, mint ami mondjuk az 1848-as európai forradalmi hullám volt-e, vagy pedig egész egyszerűen éhséglázadások zajlanak, ne adj Isten, különböző az arab világon kívüli politikai erők játszmájának a lecsapódását látjuk. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy túl okoskodjuk ezt a dolgot. Nem kell nekünk pontosan érteni, hogy milyen erők mozognak a háttérben, mi a szerepe Iránnak, Amerikának, az Európai Uniónak, a törzsi hagyományoknak, mindabban, ami Líbiában zajlik. Én azt gondolom, hogy a kérdés nagyon egyszerű. Van-e bárkinek joga a saját népe közé lövetni? Van-e bárkinek joga arra, hogy százával, sőt az újabb hírek szerint már ezres nagyságrendben mészárolja le az embereket az utcákon? Egy perces néma emlékezéssel megtiszteljük azokat az áldozatokat, akiket teljesen ártatlan és teljesen felelőtlen módon egy kormányzat kegyetlen módon legyilkolt.